klasszikus mesével szeretnék nektek kedveskedni. Nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem ismeri, de lehetséges, hogy most mindenféleképpen tud ebből az ihletből meríteni. A hintós kocsis játékot szeretnénk eljátszani, amihez természetesen különböző statisztákat kell, hogy felvonultassunk. Első körben nyilvánvalóan kell nekünk egy... Bocsánat. Kell nekünk egy királynő, no meg egy király. A király és királynő már megbocsássék, de jelen esetben nem lehet más, mint a királyként a Krisztina, nőként, királynőként természetesen, és a királyként a Mátyás, a Ferenc, a Feri. Kell nekünk egy kocsis, és mindjárt elmondja a király és a királynő, hogy ki legyen a kocsis. Sümegi Péter. Sümegi Pétert szeretnénk a színpadra hívni. Egy nagy tapsot szeretnénk kérni. Sümegi Péter. Már is érkezik, fantasztikus. Nos, tehát az a helyzet, hogy ennek a játéknak, az igazából mesének, az a lényege, hogy van egy hintója. És a hintóra nyilvánvalóan négy darab kereke van. Az annyit jelent, hogy négy darab hölgyet szeretnék hívni a színpadra, és amíg én kiteszem a négy széket, addig az ifjú pár elmondja, hogy ki az a négy lányzó hölgy, ó de asszony, akiket szeretné neki hívni a színpadra. Áll, és adom a szót. Ács Kata. Tehát megvan a kocsinak a hátsó fele, azaz a kerekek, a négy darab hölgy. Viszont ahhoz, hogy elinduljon ez a kis kocsink, ugyanis van egy kocsisunk, egy királyunk, egy királynőnk, és vannak kerekek, mint például jobb első kerék, jobb hátsó kerék. Persze, hogy van. Ki mondta, hogy jobb? Tükörfordításban vagyunk. Jobb első, jobb hátsó, bal első, bal hátsó kerék. Hát az előbb is ezt mondtam. Jól van, oké. Viszont ahhoz, hogy valami hajtsa ezt a kocsit, szükségünk van lovakra. És amíg én a négy darab széket előrehozom, az a helyzet, a vőlegény, ami most már fél igazából el fogja mondani, mi az a négy gebe ló, aki itt helyszínen megpróbálja megtenni azt, hogy itt az egész kocsit elhajtja. Barta László. Öcsi. Most hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, de most már lassan 11 óra körül el kell, hogy mondjuk ezt az esti mesét. Viszont ahhoz, hogy megértsétek az esti mese lényegét, kell csinálnunk egy úgynevezett angolul practice, azaz magyarul gyakorlás, hogy mikor kell felállnia a bizonyos statisztáknak, amikor elmondom a szöveget. Az a helyzet, hogyha úgy szól, hogy kocsis, akkor a kocsis feláll. Nagyszerűen csinálja, nagyszerűen csinálja. Ha azt mondom, hogy király, akkor a király feláll, aztán leül. A királynő ugyanúgy feláll, aztán leül. Teljesen másképp működik egy királynő felállása, mint a királyé, de ez teljesen más. Viszont van egy nagyon-nagyon fontos szabály.
Abban az esetben, ha azt mondom, hogy kocsi, akkor mindenkinek fel kell állni, tehát fel kell állni hátul a kerekeknek, mindenkinek, meg a lovaknak is, sőt a kocsisnak is. Hát azt mondom, hogy kocsi, mindenki feláll. Ha mondtam, hogy a király és a királynő feláll? Nem mondtam, tehát nekik inni kell. Hogyha valaki ezt eltéveszti, akkor inni kell, és mindjárt megérkeznek azok a nevük, amikből fogyasztani kell egy bizonyos szinten. Ne kell ülni kocsisom, drága jó kocsisom, te kis aranyos kocsisom. Te nagyon szeretnél inni. Szeretném megkérni a pincéreket, hogy mindenkihez hozzanak ki egy feles poharat. Teszünk még egy próbát, amíg kikerülnek az italok. Ha azt mondom, hogy van első kerék, feláll aztán előtt. Nagyon jó viszont, viszont nem azt mondtam, hogy a ló. Ti lovak vagytok. Ráadásul te jobb oldal vagy barátom. Akkor nézzük, a jobb első ló feláll, akkor feláll aztán előtt. Nagyszerű. Ha azt mondom, hogy kocsi, akkor mindenki feláll, ki a király és a királynő. Nagyon jó, hát nehezebb, tehát ugye ez egy olyan társaság, amikor megértőek vagyunk egymással, egymás elfogadása igazából nem annyira egyszerű, hiszen vannak nehezebb, értelmezhető szituációk, mint ez. Foglalkozunk, köszönöm szépen. Ha még visszakerülnek a nők, ugyanis elég lassan kerülnek ide, el kell mondanom, hogy miért. Mert az én kedves barátom, a Lakatos Tamás egészszerűen Nyíregyházban menő kisvárdáról szüretelje ezt a kis nedőt nekünk. Egy nagyon sok szeretnék kérni. És hozzá kell, hogy tegyem, hogy nekem vannak ilyen vendégváró piáim. Azokat a vendégeket, akiket szeretnek, hát ugye üvegből kapják a pálinkát. Akiket nem szeretek, viszont ugye álság, vizes vagy egyéb flakonból. Na most láthatjátok, hogy az én kedvesem kihozta azokat a pálinkákat, amik műanyag üvegbe találhatóak. Tehát innentől kezdve tudjátok, hogy melyik vendégvárásról beszélgetünk. Tehát, mielőtt elkezdeném a mesét, mert most már sokat szövegeltem, még egyszer egy utolsó próbát szeretnék megtenni. Azt mondom, hogy bal első kerék. Nagyon jó. Bal hátsó. Jobb első kerék. Bal első ló. Jobb hátsó kerék. Kocsis. Drága jó kocsis. Drága jó kocsis. Amit csinál? Vamos.